Helyzetkép című műsorunkban Tóth Lajos polgármester ad tájékoztatást a várost érintő aktualitásokról. Helyzetkép című sorozatunk eheti részében Tóth Lajos polgármester többek között beszámolt a koronavírus helyzet püspökladányi alakulásáról, illetve az intézmények jelen helyzetben való működéséről. A múlt héten is történtek fontos dolgok, ahogy mondtam, folyamatosan rajta voltam a történéseken, és ezek közül néhány dologról hadd számoljak be. Először is ugye manapság minden felülír a koronavírus helyzet, és ezzel kapcsolatosan azt kell mondanom, hogy sajnos az országos tendenciák, amelyek komoly nehézségekről mutatnak képet, Püspökladányban is aktuálisak. Ma délelőtt, de a legfontosabb Püspökladányban most is az, mint amit az országos médiában is érzékelhetünk, hogy mindenki tartsa be a központilag és helyileg előírt intézkedés csomagot, annak tartalmát. Cél a járványterjedésének lassítása, valamint az idősek, időskorosztály védelme a esetleges megbetegedésektől. Ezen túl természetesen fontos, hogy valamennyien próbáljunk úgy viszonyulni, olyan megelőző intézkedéseket tenni, hogy lehetőség szerint ne kapjuk el, vagy mégis elér bennünket a vírus, akkor kevésbé súlyos következményekkel járjon ezt ránk nézve. Ugye Püspökladányban is érvényesek, ahogy említettem, a központi intézkedések, este 8 és reggel 5 között a kiárási tilalom az érvényben van. Nemrég tájékozottam, illetve kértem tájékoztatást a helyi rendőrkapitányságtól. Igazán ezzel kapcsolatosan vannak nem nagy számban, de néhány intézkedés minden este kell, hogy történjen, mert ezt a 8 órás kiárási tilalmat néhányan nem szeretik, vagy nem tudják pontosan betartani. Egyébként azt tájékoztatást kaptam a rendőrségtől, hogy a lakosság túlnyomó többsége maradó szabályokat igyekszik megtartani, kivívó szabályszegésekről nem kaptam tájékoztatást. Működik az elmúlt héten elrendelt idősek vásárlási sávja a gyógyszertárakban, élelmiszerüzletekben, drogériákban. A más korosztályba tartozók ezt az időszakot nem veszik igénybe vásárlásra, tehát mondhatni, hogy ez véletlenül jó és pozitív fogadatásra lehet ez a bizonyos idősáv megjelölés. Az elmúlt héten lezajlottak a központilag elrendelt kötelező tesztelések az oktatási intézményekben. Múlt héten elindultak a 509-es kormányrendelet szerinti tesztelések, és arról kaptam ma tájékoztatást a fölkérdésem alapján, hogy óvodai igazgatóság igen pozitív, mindenki negatív eredményt produkált. Hétfőtől péntekig történt szűrésben, ma kezdődtek, ma hétfőn délután vagyunk a második körös szűrések, bízom benne, hogy hasonló jó eredményekről tudunk majd beszámolni. Az iskoláinkról közvetettebb képet tudok, ugye az iskolák fenntartói a Klebersberg intézmény fenntartó központ, annyit tudok, hogy néhány fő mindegyik intézményben pozitív eredmény mutatott. Ennek következtében ismereteim szerint az iskoláink működhetnek. A református egyház által fenntartott erős intézményünkben a felső tagozat a mai naptól működik. Egy osztály karanténjáról számolt be a intézmény vezetése. Kálvin tériskolában délelőtt tartják az órákat, délután inkább felügyelet formájában látják el a feladatokat, de bizonyos belső csoportosításokkal a feladatellátás nagyobb zökkenők nélkül működik. A másik két intézményünkről közvetlen információ jelen pillanatban még nincs, de nagyobb problémáról. Ha lett volna, akkor kaptam volna visszajelzést. A Városi Üzemeltető Kft-nk, aki még saját hatáskörünkben dolgozik, azt tapasztaljuk, hogy korábban viszonylag
nagy arányban voltak COVID fertőzöttek, többen visszatértek, látják feladatukat, de még vannak dolgozók, akik karantén, illetve ezzel kapcsolatosan otthon kell, hogy legyenek. Mai nap hát munkába van Lajos ügyeletigazgató úr is, nemrég egyeztettem vele, tehát helyen közel kezd normalizálni az élet a adott, tehát a KFC működési területén. Hozzáteszem a gyógyászati kezelések kisebb problémák mentén, de összességében nagyobb zavarú nélkül működnek. A közelmúltban két óvodai csoportot, illetve a bölcsődei csoportot is be kellett zárni pozitív teszt eredmény miatt. Tóth Lajos ezekről is tájékoztatást adott. Korábban két óvodai csoportot is bezárhatott az oktatási hivatal átmeneti időszakra a munkatársak COVID teszt eredménye miatt. Ha jól emlékszem, akkor 19-én ez a két csoport 19-én a zárás feloldásra került, tehát azóta ez a két csoport, homogén csoportban is folyik a feloldás, illetve a múlt héten pedig hasonlók miatt a bölcsődében volt zár. A bölcsőde ma nyitott, tehát mától a bölcsődei szavatlanul ellátja feladatát, és megismétlem, külön örömmel szolgál a intézményvezető asszony ma délben tett adott tájékoztatója, hogy a múlt heti tesztelések valamennyi munkatársának negatív eredményt mutattak, tehát mondhatni, hogy a óvoda bölcsőde vonatkozásában mondhatni, hogy zavartalan a feladatlátás, és ezek a átmeneti korlátozó intézkedések azok megszűntek, tehát a működés mondhatni, hogy zavartalan, bízom benne, hogy az is marad. A polgármester elmondta, a segítőkezek szociális szolgáltató központ intézménye jelenleg zavartalanul működik, természetesen a vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett. Segítőkezektől pénteken van tájékoztatom, segítőkezekben összességében a kisebb problémák néhány munkatárs COVID pozitív eredménye kapcsán is zavartalanul működik. Az intézmény nyilvánvalóan, akik betegek, azokat elküldik, illetve azok távol vannak. Mert csoportosításokkal a feladatlátás összességében zavartalan. Ahogy tettem említés róla, fontos az idősek védelme. A idősek otthonában emlékezetem szerint két dolgozó volt pozitív teszt eredménnyel. Két dolgozót elkülönítették, idősek részéről, ápoltak részéről, vonatkozók részéről nem tudunk COVID pozitív eseményről. Nagyon fontos, minden megteszem annak érdekében, hogy az állapot így fennmaradhasson. További kapcsolódó hír, hogy a napokban városunkban is átlépte a 100 főt az aktív kimutatott COVID-19 fertőzöttek száma. Dr. György Zoltán úrral is egyeztettem délelőtt. Püspökladányban a kimutatott COVID pozitív esetek száma átlépte a 100 főt a hétvégén, úgyhogy ilyen tekintetben sajnos követjük a környezetünket, mármint az arányok tekintetében, de néhány kórházban kezelt püspökladányról tudunk. Azt tudom mondani visszajelzések alapján, hogy az esetek túlnyomó többségében itthon gyógyulnak a betegeink. Néhányan vannak kórházban, bízom benne, hogy az ő állapotuk is javul, és itthon folytathatják majd a rehabilitációjukat. Minden megteszünk annak érdekében, hogy ez a szám lehetőleg alacsonyabb legyen. Minden intézményünkben szigorú protokoll szerint történik a beléptetés, testhőmérséklet ellenőrzés, fertőtlenítés, készfertőtlenítés, egyebek. A belső fertőtlenítéseket nagyon hatékonyan és eredményesen és következősen teszik valamennyi intézményünkben. Húzom minden általaink, azok folyamatosan munkában vannak, megfelelő forgatókönyv szerint. Közterületek fertőtlenítése úgy szintén visszatérően frekventált helyeken megtörténik, úgyhogy igyekszünk a megelőzés érdekében lehetőségeink mentén mindent megtenni. Bár testületi ülés a jelenlegi helyzetben nem tartható, az önkormányzat változatlanul működik, a bizottságok ellátják feladatukat,
mondta el a polgármester. Kedden délelőtt kaptuk vissza, a múlt héten kiküldtük korábbi előadott tájékoztatást, 11 néhány előtt ezt is küldtünk ki képviselőtársaim és bizottsági tagok felé véleményezésre. Ugye köztudott a 484 szerint, hogy testületülést, a bizottsági üléseket most nem tarthatunk. Természetesen virtuális módon e-mailen keresztül konzultációban vagyok a képviselőtársaim, a bizottsági tagokkal. Visszakaptuk a véleményeket, és 9 előterjesztésről még kedden délben meghoztam a döntéseket, illetve egy rendeletalkotás, rendeletmódosítás is sor került. Tulajdonképpen 2 előterjesztés volt, amely egyelőre kiegészítésre, átdolgozásra, visszaküldésre került. Nem mondtam vissza az előterjesztést, hanem bizonyos korrekciókat javasoltak a bizottság. Ezek megtörtént, de után döntés meg fog születni ebben a 2 előterjesztésben is. A részletekről szokás szerint jegyző úr fog tájékoztatást adni, ismeretlen szerint hónap délőtt. Tehát a pontos részletekről a jegyzői tájékoztatásból fognak információt kapni. Tóth Lajos az Egyesített Óvodai Intézményt érintő, régóta húzódó munkajogi per alakulásáról is tájékoztatta televíziónkat. Másik fontos dolog, számunkra kevésbé kedvező, de nem csak kedvező dolgokról kell beszélnünk. Köztudott, hogy egy munkajogi per volt folyamatban 2018 óta a Alperes Püspökhelyi Egyesület Óvodai Intézmény, Felperes pedig Pap László, ami korábbi intézmény dolgozunk, korábbi intézményvezetőnk. Munkai vita alapján indult per. 2 körben, első és másodfokon egymásnak ellentétes döntések születtek, majd a fellebezés, vagy felülvizsgálat kapcsán a kúriára került az ügy, és a kúria döntését kaptuk meg kedden délelőtt, amely sajnos a Egyesített Óvodai Intézmény elmarasztalásával zárult. Ez azt jelenti, hogy az alperesünk felvesztett, a felperes úgymond nyertes ebben a hosszú munkaügyi történetben. Ezen ítélet ellen felvizsgálatnak további helye nincs, tehát a benne foglaltakat teljesíteni kell, mégpedig 15 napon belül a készletvételtől számítva. Ez többek között azt természetesen egyeztettünk azonnal jogi képviselőnkkel, dr. Varga Miklós ügyvédúrral, valamint a hivatal jogi végzettségű munkatársai is együttesen értelmezték ezt a bizonyos kúria ítéletet, mint vizsgálati bíróság ítéletet, és arra megállapodásra jutottak, hogy igen, a döntésre megfelelő helyet kell állnunk, több mint 8 millió forintot kell megfizetni a felperesnek, a felperes irányában alperesnek, mint végkielégítést, és 4 milliónál magasabb összeget a felmentés időjáró távdíjat, valamint késedelmi kamatot, illetve további perköltséget. Ez hozzávetőlegesen 13-14 millió forintos összeget jelent. Erre 2 hét áll rendelkezésre a végleges döntés hamarosan meg kell szülessen, mert a tekintetben hely kell állnia a intézményünknek, illetve amennyire az intézményünk ebben kérje a fenntartó segítséget, akkor természetesen itt mögötte az önkormányzatunk van. Úgyhogy ebben sajnos további felülvizsgálatnak helye nincs. Nyilvánvalóan tudomásul kell, hogy vegyük a kúria döntését. Polgármester úr az elmúlt héten részt vett a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program 2020 című pályázathoz kapcsolódó online konferencián. Ahogy az elmúlt hetekben is, a mostani időszakban, ebben a veszélyhelyzetben, vírushelyzetben is fontos, hogy megfelelő információkkal bírunk szüketágabb környezetünkből.
szerdán ismételten egy online konferencián vettem részt, az elmúlt hetekben is volt ilyen. Most a legjobb önkormányzati gyakorlatok programja 2020 kapcsán volt egy online konferencia, melynek szervezői Belügyi Minisztérium, Innovációs Technológiai Minisztérium, TEOSZ, illetve más önkormányzati szövetségek. Ez igen sok irányú és tartalmas előadásokat foglalt magába, figyelmeméltó előadások, tartalmak, információk, lehetőségem szerint, mert szerdán is dolgoztam egyébként, de igyekeztem minél több időt a előadásokra fordítani, hasznos és eredményesnek ítélem ezt a konferenciát is, és a legjobb önkormányzati gyakorlatokat, amelyek a második gyakorlata, igyekszünk a következő időszakban átültetni a saját gyakorlatinkba is. Tehát mindenképpen fontos, hogy mások jó tapasztalatát, gyakorlatát hasznosítsuk, illetve a mi gyakorlatunkba is ez átültetésre kerülhessen. A korábbi évekhez hasonlóan idén is sor került a katasztrófa védelmi szimulációs gyakorlatra. Mai nap került sor püspökladányban a korábbi éve gyakorlatán megfelelően egy védelmi szimulációs gyakorlata. Köztudott, hogy a klorid vegyi üzemünk olyan tevékenység folytatja, illetve olyan anyagokkal dolgozik, amelyek bizonyos nagyon-nagyon rossz forgatókönyv esetén veszélyhelyzetet teremthetnek üzemben és a környezetében. Erre vonatkozóan a helyi védelmi szervek koordináltak egy szimulációs gyakorlatot, amely ma délelőtt megtörtént. Ennek kapcsán szólalt meg a Városháza eljegyzett sziréna is. Bízom benne, hogy senkinek nem okozott ez pánikot, időben igyekeztünk ezt kommunikálni, és ismeretlen szerint a gyakorlat eredményesen zajlott, bár a mostani veszélyhelyzet, illetve a nehézségek valamelyest nehezítették a korábban megszokott feladat végrehajtást, de ismeretlen szerint és visszajelzések alapján nyugodtak lehetünk a gyakorlat eredményesen zárót, és bízunk benne, hogy élesben erre nem kell, hogy sor kerüljön. Helyzetkép című sorozatunk következő részében is tájékoztatjuk nézőinket a város életét érintő aktualitásokról. A következőkben Keserű László jegyző ismerteti a novemberben született polgármesteri határozatokat. A 478-as kormányrendelettel november 4-től a kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett. Ez azt is jelenti, hogy veszélyhelyzet ideje alatt a képviselőtestületek, a bizottságok nem ülnek össze, a döntéseket a polgármester hozza meg. A polgármesteri döntésekről Keserű László jegyző tájékoztatta televíziónkat. November hónapban a esedékessé vált döntést igénylő ügyek előterjesztés formájában elkészültek. Ezeket az előterjesztéseket polgármester úr minden képviselő részére, illetve a szakbizottságok külsős tagjai részére eljutatta, várva a véleményeket, javaslatokat, és hát nyilván ezen vélemények, javaslatok figyelembevételével is születtek meg a döntések, amelyek a következők voltak. A Vasútbaráti és Értőkör Egyesület a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság nyári döntés alapján 90 ezer forint támogatásban részesült egy rendezvény lebonyolítására, amely a kialakult helyzet alapján viszont nem került megrendezésre. Ezért az Egyesület kérte, hogy ez a támogatás kerüljön átcsoportosításra egy kiskönyvtári kötet megjelenítéséhez, amely lényegében a püspökladányi vasúti csomópont kiépítését ismertetni. Kérelmük támogatást kapott, tehát ezt az összeget felhasználhatják. Február hónapban hozott még a képviselőtestület olyan döntést, hogy a topos pályázatok befejezéséhez kéri az önkormányzat fejlesztési hitel felvételéhez
a kormánynak a jóváhagyását. Mivel ez a kormányzati támogatás ez megszületett, ezért lehetőség van a topos pályázatok befejezéséhez szükséges hitelfelvételére is, nyilván a szerződések megkötése és a számlázáshoz kapcsolódóan. Ezeket röviden ismertetném. A Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatási és életminőség javításáért, a munkába állás segítésért. Itt a hitel összege 104 millió forint, kerekített összegeket mondok. A zöld város kialakítása Püspökladányban, épületrekonstrukció 27 millió forint, a kerékpárút fejlesztése, ez a Kossuth és Kálvin utcát érintő szakasz, ez 53 millió forint, és a leromlott városi területek rehabilitációja, az a újtelepi városrészen, ez 70 millió forint. Ezek a hitelek, ezek 2031. 6. hó 30-ig futhatnak, és természetesen az előbb említett összegek nem biztos, hogy teljes mértékben igénybe lesznek véve, hiszen ez majd a beruházáshoz kötődő pénzügyi felhasználásnak a függvénye lesz. Évek óta rendelkezik az önkormányzat egy úgynevezett folyószámla hitellel. Ez egy éves rendelkezésre álló hitel, amelynek a nagysága 100 millió forint, mivel évvégén ez a hitel lejár, ezért ennek a hitelnek a 2021 évre történő meghosszabbításában is döntés született. Ugyancsak rendelkezik ilyen folyószámla hitellel a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Ennek a hitelkeretnek az összege 41 millió forint, hasonlóan, mint az önkormányzat esetében, itt is lejár a évvégén a hitel rendelkezésre állása, ezért a 2021 évre történő meghosszabbítására is döntés született. 770 ezer forint kerül átcsoportosításra az átmeneti segélykeret terhére, ez lényegében a kiskorú gyermeknek a Mikulás csomaggal való kedveskedéséről szól ez a döntés. Régóta probléma a Móri Zsigmond utcának az állapota, és most egy olyan döntés született, hogy a Gárdonyi Géza és a Debreceni utca közötti szakasz egy úttalappal lenne megerősítve, egy 30 cm mélységű úttalappal. Ez közel 40 ingatlant érint. Ennek a úttalap elkészítésének az összege nettó 4 millió forint. Ez lényegében az építő anyagot takarja, a kőtörmeléket és az egyéb építő anyagot. Maga a munkavégzés az nem kerül az önkormányzatnak forintjába, ugyanis a Kastor Kft. Vállalta, hogy a föld munkákat elvégzi az önkormányzat részére. Ez a munka, ez lényegében napokon belül megindul, vagy megindulhat. Erről tájékoztatást is kaptak a ott lakók. A következő évi közfoglalkoztatási programban is részt kíván venni az önkormányzat. Erről született egy szándéknyilatkozat. Nyilván majd 2021 év elején a pontos feltételek ismeretében lehet a konkrét számadatokkal, létszám és forintális összegekkel pályázni. Eddig a önkormányzatnak egy helyi rendeletében volt szabályozva a kerti hulladék és a zavarégetés, hogy mely időszakban és milyen feltételekkel lehet elvégezni. Sajnos vagy nem sajnos azt kell mondanunk, hogy a magasabb szintű jogszabályok ezt a lehetőséget is megszüntetik, ezért december 31-ével a helyi önkormányzatnak ez a rendeleti szabályozása hatályon kívül kerül, tehát 2021-től nincs mód és lehetőség az ottani kerti avar és hulladéknak a elégetésére. Szolgálati lakás biztosítására is sor kerül egy katasztrófavédelmi szakember részére, egy éves időtartamra történne a bérbeadás. Az Egyesített Óvoda Intézménynek volt egy beszámolója, illetve volt egy munkaterve. A visszaérkezett képviselői, bizottsági javaslatokat is figyelembe véve az a döntés született, hogy visszajutatásra került a két anyaga
oldal részére azzal, hogy értékeljék, vegyék figyelembe a javaslatokat, és amennyiben a óvoda vezetősége indokoltnak tartja, akkor átdolgozva kerüljön vissza ismét a önkormányzathoz, és akkor nyilván ez egy újabb véleményezési szakasz után esetlegesen már jóváhagyásra is kerülhet. Jelen napokban folynak azok az előkészületi munkálatok, amelyek a december hónapra előttünk álló döntések előkészítését tartalmazzák, tehát az előterjesztéseknek a összeállítását tartalmazzák. A szokásos menetrend szerint, amikor ezek az előterjesztések elkészülnek, akkor minden képviselő, illetve az érintett szakbizottsági külsős tagok részére az anyagokat kiutatjuk egy véleményezési időszakra, és hát nyilván, amikor ezek a vélemények, javaslatok visszaérkeznek, akkor akár már a jövő hét folyamán döntés születhet. Itt az év vége felé még azt is el szeretném mondani, hogy nyilván az élet az megy tovább, születhetnek olyan szituációk, amikor az önkormányzat rendes ülés tervétől eltérően is valami döntést, még indokot lehet meghozni ebben az évben. Amennyiben ilyen helyzet elé kerül az önkormányzat, akkor természetesen ezek a döntések is megszülethetnek az előbb ismertetett eljárási folyamatok alapján. A jövő év folyamán ledes égők világítanak majd a város utcáin. A Mezei Vil Kft. 2021 elején kezdi el az égők cseréjét. Jöjjenek a részletek! Hamarosan ledes égőkre cserélik az utcai lámpákat, így jóval alacsonyabb lesz az üzemeltetési költségük, mint régebbi társaiknak. A kivitelező Mezei Vil Kft. 2021 első hónapjaiban kezdi meg az égőcserét. Ugyanakkor a város ünnepi díszkivilágítását már felszerelték, mondta Borsos László alpolgármester. A kivitelező vállalatoknak megfelelően a díszkivilágítást felszerelte. A jövő hétre ígértem, hogy az elektromos bekötés is meg lesz, és akkor várhatjuk az adventet, az ünnepeket, és még jó lenne, ha a természet is hozzátenné a magáét, tehát hóesés lenne, és akkor így várhatnánk a karácsonyt, és úgy lenne a legszebb, én úgy gondolom. Beruházás többi része, vagyis a korszerűsítés, a lámpatestek cseréje eredetileg úgy volt, hogy ősszel elkezdik, de mivel a kiviteli tervek még nincsenek jóváhagyva az EON részéről, ezért valószínű, hogy tavasszal, ahogy jobb idő lesz, február vége márciusban fogják elkezdeni. Erről tájékoztatott engem a Mezei Vil. Gyakorlatilag ugye májusban volt a szerződéskötés, 12 hónapja van, hogy befejezze a beruházást. Szerintem nincsenek csúszásba, tehát határidőre át tudják adni. Helyére került a város karácsonyfája, ami egészen vízkereszték díszíti a művelődési központ mögötti teret. Kameránkkal végigkövettük a fa felállításának és díszítésének folyamatát. Tartsanak velünk, készüljünk együtt az ünnepre! November 26-án csütörtökön az év talán legkülönlegesebb szállítmánya érkezett meg a püspökladányiakhoz. A tréleren egy 8 méter hosszú gyönyörű fenyőfa volt, amely az elkövetkező hetekben a város karácsonyfájaként csempész, minden bizonnyal örömet a lelkekbe, hiszen már a felállítását is nagy érdeklődéssel és örömmel figyelték a gyerekek. A fa Kovács Istvánné és családja felajánlása volt, a szállításban pedig a Kasztor Kft. Nyújtott segítséget, tudtuk meg Vadász Ferenc alpolgármestertől. Nagyon örülünk annak, hogy felajánlásként egy ilyen gyönyörű fát kaptunk, tehát látható, hogy egy nagyon friss, üdezöld, színben pompázó, dús fenyőfáról van szó, amelynek a feldíszítésében majd közreműködnek a tájékoztatóközpont munkatársai, de mindenek előtt szeretném köszönetemet kifejezni Kovács Istvánnénak és kedves családjának az adományért. Az ő házuk tájáról származik ez a gyönyörű fa, és természetesen, ahogy látható a képeken is, még folynak a munkálatok a fenyőfa elhelyezésével kapcsolatban,
ezért pedig Szabó Lajos urat és munkatársait illeti köszönet a Kasztor Kft. Képviseletében. Nagyon önzetlenül első szóra jelentkezett arra, hogy segítséget nyújt a szállításban és a helyszínen történő felállításban. Köszönjük szépen az önkormányzat nevében. A város karácsonyfája a korábbi években a művelődési központ mögötti tér másik végében volt, de az egy nehezebben hozzáférhető terület, mondta el az alpolgármester. Ha valaki visszaemlékszik, hogy hol volt ez a város karácsonyfája a tavi évben, közel volt innen a művelődési ház mögötti részen, területen, de ott körülmény is volt a felállítása is, és úgy gondoltuk, hogy legyen egy állandó helyszín. Tavaly ilyenkor eldöntöttük, hogy próbálunk keresni egy állandó helyszínt a fának, és ez tűnt a legpraktikusabbnak. Ez körbejárható, belátható, mindenki látja, nagyon sokan közlekednek itt a Hanza üzletházban is, illetve itt van a művelődési házunk. Igaz rendezvényekre sajnos a jelenlegi vírushelyzetben nem kerülhet sor, bár nagyon vágyunk rá mindannyian, de mégis sokan közlekednek erre. Itt van az iskola is, tehát sokan látják. Ferencik György, a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke kifejtette, hogy ez az ünnep merőben más lesz, mint amit megszoktunk, és mint amilyennek szeretnénk. Ugyanakkor hozzátette, senki ne csüggedjen, bízunk abban, hogy hamarosan minden visszatér a rendes kerékvágásba. Ez az év, ez a 2020-as év, sajnos március óta, mint tudjuk, a kialakult járványügyi veszélyhelyzet miatt mindannyiunk életét nagy mértékben megváltoztatta. Mivel a munkahelyem az iskolában van, a BSC Karas Ferenc Gimnázium Technikum és Szakképzőiskolában, ott is tapasztalom ezt, mivel a diákok is kivoltak arra éhezve már, hogy bejöhessenek a közösségbe, rendezvényeket tudjunk tartani, de ugyanezt tapasztalom a városban élő emberek visszajelzései alapján is, hogy mindenki szeretne már közösségi rendezvényeken részt venni, ez mindenkinek nagyon-nagyon hiányzik. Ez kiemelten fontos így az advent közelettével, mert ilyenkor mindannyiunk szívében melegség jelenik meg, és szeretnénk közösségben, a családi összejöveteleken megjelenni. Sajnos ez a vírushelyzet már a családi összejövetelekbe is beleszólhat, mivel nagyobb családi összejövetelt nem szabad sajnos rendeznünk. Mindenképpen ez is, hogy felállítottuk a városnak a karácsonyfáját egy új helyen, egy nagyobb téren, ahol több ember össze tud gyűlni, távolságot tartva egymástól, vigyázva egymásra. Bízom abban, hogy nagyon sokat örömüket lelik ebben a fában, és eljönnek ide megnézni a városnak a karácsonyfáját, mely nagyon szépen fel is lesz majd díszítve. Kívánok mindenkinek a karácsonyi ünnepek közelettével sok boldogságot, és ne adjuk fel a hagyományainkat, a tradícióinkat, mindenképpen ünnepeljünk, ne csüggedjünk, ez a vírushelyzet ez el fog tűnni az életünkből, és bízom abban, hogy életünk visszatér majd a régi kerékvágásba. A fenyőfa november 27-én kapta meg ünnepi köntösét. A művelődési központ dolgozói, a katasztrófavédelem mindig segítőkész tűzoltói, valamint az Ámi Kft. Közreműködésével közel 1000 darab díszt és számos fényfűzért helyeztek el a fán. A közel egynapos folyamatnak pedig meglett az eredménye, péntek estére talpig ünnepi díszben pompázott a fa. Vadász Ferenc alpolgármester már a fa felállításakor arra kérte a püspökladányiakat, hogy vigyázzunk a város karácsonyfájára. Érezze ezt a fát mindenki ugyanúgy a sajátjának, mint amit majd az otthonában díszít föl. Én arra kérek mindenkit, hogy vigyázzunk rá, becsüljük meg, és tényleg annak jegyében, hogy a szeretetről beszélünk, és becsüljük meg ezt a gyönyörű karácsonyfát, vigyázzunk rá. Tiszteljük meg azokat, akik feldíszítették, tiszteljük meg azokat az embereket, akik segítettek a felállításban, az ideszállításban, és tiszteljük meg azt is azoknak a családját, annak a családját, aki felajánlotta ezt a fenyőfát. Mivel ebben a különleges helyzetben valóban mindenkinek nagyon fontos az összetartozás és a szeretet ünnepe, ezért az önkormányzat nevében mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok.
November 26-án került a gyógyfürdő előtti füves területre, az a székelykapu, amelyet Vitéz Nagy Sándor ajánlott fel a városnak. A kapu pedig nem csak dísze lesz a területnek, de székely testvéreinkkel való összetartozásunkat is jelképezheti. Jöjjenek a részletek! November 26-án emelték helyére azt a székelykaput, amely a püspöklerányi gyógyfürdő és strand előtti füves terület egyik dísze lesz a jövőben. A kaput felajánlás keretében kapta a város, tudtuk meg Györfi Lajostól, a körzet képviselőjétől. Új székelykapuval bővül püspökladány közterülete. Vitéz Nagy Sanyi bácsi által készített és felajánlott székelykaput láthatják itt majd a fürdő melletti parkos zöldövezetben a püspökladányok. Ezúton szeretném megköszönni a felajánlás Vitéz Nagy Sanyi bácsinak, illetve Schwarz Tibor püspökladányi vállalkozónak, aki a felállításban működött közre. Örömömre szolgál, hogy egy székelykapuval egy ilyen szép alkotással bővülhetett püspökladány területe, zöld dövezete, közterülete. Ezáltal erősíthetjük a nemzeti összetartozásunkat, felfedezhetjük gyökereiket, és hova is tartozunk, hova is tartozik a kárpátaljai magyarság, és ez minden püspökladányiban tudatosulhat ezáltal a székelykapu által. Az előzményekről Varga Zoltán önkormányzati képviselő beszélt televíziónknak. Örülök, hogy ide került, sikerült egy kicsit szebbé tenni a fürdőnek a környezetét. Több mint két évig két száraz fa dísztelenkedett ezen a területen, ami nem csak az én szemem szúrta, hanem azt gondolom sok mindenki másit is. Úgyhogy ebből kifolyólag én kérelmeztem a polgármester hivatalnál, hogy kivághassuk ezt a két fát, és ki is vágtuk néhány barátom közreműködésével. Ennek volt már némi célzata is, hiszen polgármester úrhoz én polgármester úr felé kérelmeztem, hogy a Nagy Sándor bácsi által felajánlott székelykapu erre a helyre kerülhessen, ami végül is így is történt, és ezúton is szeretném megköszönni Nagy Sándor bácsinak azt, hogy ezt a kaput városunknak felajánlotta. És azt gondolom, hogy itt megfelelő méltó helyen van, olyan helyen, ahol tényleg nagyon sokan láthatják. És hogy miért ide került, a gondolat onnan született, hogy nagyon sok rendezvényünk volt már itt az elmúlt évben és előtte is, és remélem, hogy a jövőben is így lesz ez, és azt gondoltam, hogy ez a kapu ezeknek a rendezvényeknek egyfajta szimbolikus bejárata lehet, és ezeknek a rendezvényeknek a színvonalát is valamilyen szinten tudjuk emelni. Persze van még itt mit tenni ezen a területen, van is számos elképzelésem, hogy mivel lehetne szebbé tenni, szebbé, kultúráltabbá tenni ezt a területet. Nem feltétlenül kell itt nagy dolgokra gondolni, sok kis apró dolog van, ami nem is feltétlenül pénzkérdése, csupán apró odafigyelés, vagy néhány olyan dolog, amit meg tudunk tenni. Ha csak lenézünk itt a parkolóba, láthatjuk, hogy az elmúlt két évben nem volt föltakarítva. Tehát vannak olyan dolgok, amik elvégzésre várnak. Arra a kérdésünkre, hogy mit szimbolizálhat a jövőben ez a kapu, a következőket válaszolták a képviselők. Ez a kapu ugye egy székelykapu. A székelyek a magyar nemzet részét képezik, a magyar testvéreink, és valahogy ez kifejezi az összetartozást. Püspökladánynak is van Székelyföldön testvérvárosa Magfalva, illetve különböző kulturális csoportjaink révén több határon túli településsel tartjuk a kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy valamilyen fajta üzenet ez feléjük is, arra, hogy mi egy vérből való vagyunk, összetartozunk. Most jelen pillanatban az építési munkálatokat látjuk, tehát a vászszerkezetét ennek a székelykapunak ajtóval lesz bővítve. Magyar címer található rajta, és van rajta egy felirat, hogy szíves vendéglátó e-ház gazdája. Ez nekünk rólunk püspökladányakról szól, hiszen mi nyitottak vagyunk, és várjuk az ide látogató vendégeket itt a Sárét kincsének kapujában. A kapu kisebb felújításra szorult. Ezt a munkát a közfoglalkoztatottak végezték el, mondta el Varga Zoltán. A kapu felújítását a közmunkaprogramban dolgozók végezték.
mind a festést, faápolást, illetve a felállításban is tevékenyen részt vettek, amit ezúton is szeretnék nekik megköszönni, illetve külön szeretném megköszönni Svarsz Tibor úrnak a felállításban történő gépi közreműködését. A kapu, miután felkerültek rá a kapuszárnyak is, ünnepélyes keretek között kerül átadásra. Adventi játékokra invitálja látogatóit Facebook oldalán a Dorogi Márton Művelődési Központ. A részletekről Farkas Ildikó szakmai koordinátor tájékoztatta televíziónkat. Több felhívást is közzétett a közelmúltban Facebook oldalán a Dorogi Márton Művelődési Központ tagintézmény. Az adventi időszakhoz kapcsolódó online játékokról, pályázatokról Farkas Ildikó szakmai koordinátort kérdeztük. Ugye mivel nem lehet semmiféle rendezvényünk, ezért szeretnénk volna kedveskedni a püspökarányi lakosoknak. Több felhívást, ilyen játékos felhívásokat tettünk közé a Facebook oldalunkon. Ebből az egyik, hogy ugye mindenki készít otthon, nem mindenki, de szerintem legtöbben már adventi koszorúkat, és ebből lett egy felhívás, hogy adventi koszorú szépségverseny. Úgyhogy várjuk ezeket a fotókat, ott a Dorogi Márton Művelődési Központnak a Facebook oldalára üzenetben. Ugye több felhívást is intéztünk a püspökarányi lakosok felé, ugye van egyszer az adventi koszorú szépségverseny, valamint van egy belső tér adventi hangulattá való feldíszítése, akár kültéren, akár beltéren, erről is kérünk fotókat. Várunk olyan képeket, vagy csak recepteket, amit már bevált a családnál különböző karácsonyi alkalmakkor, tehát kifejezetten karácsonyi recepteket kérünk, ételeknek a fotóit, valamint várunk olyan érdekes karácsonyi történeteket, amik megtörténtek, tehát valós sztorikat kérünk be, és ezeket is meg fogjuk osztani. Minden egyes fotót vagy történetet december 15-ig kell nekünk elküldeni a Facebook oldalunkra, Messenger üzenetbe, ezeket nyilván ki fogjuk tenni az oldalunkra, és a legtöbb lájkot elért fotó tulajdonosa fog majd valamilyen kis ajándékcsomagot kapni tőlünk. A felhívásokon túl egy december 1-én induló adventi játékkal is készül a tagintézmény az ünnepváró időszakra. Készültünk egy játékkal, mindenkinek ismerős lehet itt van mellettem. Ez tavaly volt először, tavaly debütált először nálunk itt a szabadtéri színpadon, adventi rendezvény alkalmával, ugye felhívtuk a gyerekeket a színpadra, és kijöhettek ez az adventi naptárhoz. Amit látjátok, vagy látják, mindegyikben van játék, mindegyikhez fog tartozni egy kérdés. Ez azt jelenti, hogy december 1-én mi a Doroginak az oldalán élőbe fel fogunk jönni, fel fogunk jelentkezni, és ott feltesszük a kérdést, ugye december 1-én, akkor az egyes. És akkor ezt a játékot, aki helyesen válaszol arra a kérdés, akkor ezt a kis csomagot azt meg is kaphatja. És így tovább teljesen december 24-ig minden este, az esti órákban valamikor fel fogunk jelentkezni, így a kollégáimmal felváltva. A játékok részleteiről a Dorogi Márton Művelődési Központ Facebook oldalán tájékozódhatnak nézőink. A Karacs Ferenc Múzeumban egy látványraktár is várja majd a látogatókat, ugyanis 2,5 millió forint pályázati összeget nyert a tagintézmény. Jöjjenek a részletek! A Karacs Ferenc Múzeum 2,5 millió forintot nyert a Járás Székely Múzeumok szakmai támogatása pályázat kapcsán, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma írt ki. Az összegből egy úgynevezett látványraktár készül. Tudtuk meg Györfi Lajos tagintézmény vezetőtől. Idén ősszel az Emberi Erőforrások Minisztériumához pályázatot nyújtottunk be a járásszékélyi pályázat keretében múzeumok szakmai támogatására. Múlt héten kaptam a hírt, hogy a múzeumunk, illetve az önkormányzat, mert az önkormányzat volt a pályázó, nyert 2,5 millió forintot erre a projektre. Látványraktárt szeretnénk létrehozni, az idejében ugyanis a járásszékei pályázat a raktárak fejlesztésére került kiírásra. Múzeumoknak, talán az összes magyarországi múzeumoknak ez elmondható, hogy raktár, illetve tárolási problémája van, ez természetesen jelentkezik nálunk is, így törekszünk arra, hogy műtárgyaink általunk őrzött kincsek minél méltóbb körülmények között kerülhessenek eltárolásra. Jelen pillanatban külső
helyszíneken vannak raktáraink. Szerettük volna azokat a kincseket, azokat a tárgyakat, azokat a műtárgyakat bemutatni a közönségnek, emellett megfelelő módon is tárolni, amelyeket raktáraink őriznek, vagy ahogy a köznyelv szokta mondani, esetleg porosodnak a raktárakban, de nyilván ott megfelelő körülmények között vannak tárolva. A látványraktár az állandó kiállítás egyik helyiségéből nyíló ajtón keresztül lesz megközelíthető. Pályázatot úgy alakítottuk, úgy gondoltuk ki, hogy a múzeumnak a folyosóján, ami most a Nagyjaink Panteonja nevet viseli, ugyanis a múzeum történetéhez kapcsolódó jeles személyiségeknek állítottunk bronz emlékművet itt a Panteonban. A folyosó végén jelenleg egy könyvtár, illetve adattár helyezkedik el. A terveink az volt, hogy az állandó kiállításból az állandó kiállítás végén van egy ajtó, és ebből ezt az ajtót ezt nyithatóvá tesszük, és itt a látogató az állandó kiállításból fog majd eljutni a látványraktárba, ami keretében, amelynek keretében tehát vitrinszerű polcrendszert fogunk kialakítani. Egyrészt olyan része is lesz, ami teljesen, mindegyik teljesen zárható lesz, de nem látható a látogató előtt, illetve lesz egy olyan része, ami üveges vitrin formájában egyrészt raktári szerepet, másrészt pedig kiállítási szerepet tölt be. Ezt a jelenlegi könyvtárat átköltöztetjük a múzeum pedagógiai foglalkoztató termünkbe, ami egyrészt több funkciósá fog válni, megmarad, mint múzeum pedagógiai foglalkoztató terem, de könyvtárra is válik, emellett pedig kutató szoba funkcióját is eredményesebben fogja tudni betölteni. Magát a folyosó végét, vagy azt a raktárat, igazából ez egy külön helyiség, mert most zárható ajtón keresztül közelíthető meg, fel kell újítanunk, tehát új hidegburkolatot kell, hogy kapjon, a falakat rendbe kell tenni, és megfelelő villamossági hálózatot kell kiépíteni, egyrészt, hogy műtárgybarátok legyenek a világítások, meg maga, hogy a vitrinek is fénnyel, illetve műtárgybarát világítással rendelkezhessenek. Az egyik oldalon, ahogy említettem, egy hatalmas nagy vitrin rendszer kerül kialakításra, és mivel maga a folyosó viszonylag szűk, és azért a tűzvédelmi, illetve mindenféle egyéb védelmi szempontoknak is meg kell, hogy feleljünk, a folyosó másik falára tömbösítve a raktárainkban őrzött festményeket, bekeretezett fényképeket, tablókat fogjuk elhelyezni. Örülünk ennek az eredményes pályázatnak, bár nem első körben nyerünk most az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. 2019-ben az állandó kiállításra nyertünk 5 millió forintot, ezt megelőzően pedig 2018-ban számítógépeket vásároltunk szintén a járásszékhelyi pályázat keretében, ezáltal megoldódott a informatikai problémája a múzeumnak. Számítógépeket vásároltunk belőle, illetve műtervédelmi eszközöket. A múzeumban befejeződtek a pályázati, illetve projektmunkálatok, s amint lehetséges, kinyitja kapuit a látogatók előtt. Az új járásszékhelyi projektet 2021 év végéig kell megvalósítanunk. Közben tárgyalásokat folytatunk továbbra is az új időszaki kiállításról is, hogyha vége van annak a pandémiás helyzetnek, most már szeretnénk megnyitni a látogatók elől, hogy ismét élvezhessék a felújított múzeumot. Múzeumunk egyébként, tehát maga a pályázati, illetve a projektmunkálatok a múzeumban befejeződtek, az időszaki kiállítás a pandémia miatt felállítása eltolódott egy kicsit, de folyamatosan tárgyalásban vagyunk. Mi este a pandémiás helyzet véget ér, akkor újra nyithatjuk a múzeumot. A Kecskés Gyula városi könyvtár dolgozója bezárás alatt is végzik a háttérmunkálatokat, illetve internetes felületeken tartják a kapcsolatot az olvasókkal, vetélkedőket hirdetnek, ajánlókat közölnek. Jöjjenek a részletek!
A közelmúltban bezárt a Kecskés-Gyula városi könyvtár is. A kormány járványhelyzet miatt meghozott védelmi intézkedéseinek megfelelően. Tányér József tagintézmény vezető elmondta, hogy a könyvek kölcsönzési határidejét meghosszabbították, illetve a könyvtárban továbbra is zajlanak a háttérmunkálatok. Nem kell megijedni a kedves olvasónak a késedelmi díjat és hosszabbításokat. A késedelmi díjakat nem számol fel a kölcsönzői rendszer, a hontékatalogizáló rendszer, tehát automatikusan meghosszabbítódnak ugye lejárt határidejű könyvek. Természetesen ez az, hogy akinek a vírus időszak, tehát a vészhelyzetbe való életbelépés korjálna le a könyvet. Tehát nyilván akinek a meglévő tartozása, több hónapos tartozása, az természetesen él ettől függ. A könyvtári tagság is él, tehát nyilván, hogy attól határidőtől, ugye ezt tőhet évre, tehát egy évre szól, ezek megmaradnak a könyvtári tagságok is, illetve mi ugye az állvatartás ide alatt is a kollégák végzik a háttérmunkát, több új könyv érkezett, erről már az előző adásokban ugye beszámoltam, mind a három részlegünkben, és ezeknek a állományba vétele, feldolgozása, jelzettevő ellátása folyik, és majd az új könyvekből terveink szerint a Facebook oldalunkra a könyvajánlókat fogunk közölni, mégis azért az olvasók tudják, hogy mik várhatók, milyen könyvekkel készülünk, illetve amit a Facebook oldalunkra többször is feltettem, az OPAK nevű online katalógusunkban lehet böngészni, tehát az új könyvek, amint ugye a számítógépes katalógusba bekerülnek, a kedves olvasóink látják, hogy ugye megvannak ezek a könyvek, tehát lehet keresni megjelenésévétől kezdve szerzőre, címre, tehát így úgymond tájékoztatjuk az olvasókat. A könyvtár munkatársai online formában nyújtanak segítséget az olvasóknak, illetve szintén internetes felületeken ajánlókat közölnek, betélkedőket hirdetnek. Valakinek olyan gondja vagy szakdolgozathoz, ugye volt már ilyen telefonunk, irodalomkutatást szeretne, az jelezze a plbiblio@gmail.com e-mail címünkön, illetve a Facebook oldalunkon is írhat üzenetet a könyvtárnak, és természetesen megpróbálunk segíteni. Tehát legalábbis az irodalmi jegyzék összeállításába, vagy ha egy-két olyan oldalt kell beszkennelni, és e-mailbe elküldeni, azt azért meg tudjuk oldani. Tehát nyilván fénymásolás is az állvatartás miatt, minden szolgáltatás szünetel, úgymond a e-mailen, ugye ezt szkennelt formátumban el tudjuk küldeni. Az a szolgáltatásunk, a könyvek házhoz szállítása, ez most nem él, tehát sajnos ezt most ugye nyilván a még inkább fokozódó járványi helyzetre volt tekintettel, ezt nem merjük bevállalni, és készülünk még olyan szolgáltatásokkal online, vagy hát nem is online, de internetes fórumon vetélkedőkkel, egyéb kis ajánlókkal. Ennek nagy sikere volt tavasszal is, tehát ugye szeretnénk vetélkedőt, illetve most advent közelettével egy ilyen versmondó versen, vagy hát egy ilyen adventi versekkel való szereplést meghirdetni. Ennek a részleteiről majd a Facebook oldalon szintén tájékoztatom az olvasókat, illetve ugye a könyvajánlókat már említettem, évfordulókhoz kapcsolódó érdekességekkel is fogunk szolgálni. A Kecskés-Gyula Városi Könyvtár továbbra is várja a lakosoktól azokat a régi fotókat, dokumentumokat, amelyek a könyvtár múltjával kapcsolatosak, hiszen majdan könyvtártörténeti kiállítást szerveznek. Továbbra is él az, hogy várjuk a helytörténeti érdekességekkel kapcsolatos írásokat, fotókat, tehát akiknek olyan emléke van, és meg tudja oldani a fotók beszkennelését, vagy csak jelzi, és amikor nyitunk, ugye felveszük a kapcsolatot, azt szívesen vennénk, hiszen ugye elkezdődött az Olvasás Könyvtári Napokon egy könyvtári kiállításanyag, egy könyvtár történeti kiállításanyag összeállítása, tehát hogy akinek a régi könyvtárakkal kapcsolja, a régi könyvtárunkkal, tehát ugye az 50-es években, 53-tól van ugye a járási könyvtári szolgáltatás, emléke van, bármilyen fotó, azt ugye a kiállításanyagba szerepeltetjük majd. A gyermekkönyvtár által meghirdetett országos szövegértő versenyre, a tündérolvasóra összesen 110 csapat jelentkezett. Elindult még a járványügyi helyzet előtt a Országos Tündérolvasó Szövegértő Versenyünk. Erről az Országos Könyvtári Napokban nyilatkoztunk is, illetve
beszéltem is, tehát ezt a gyermekkönyvtári kolléganő készítette a felhívást, és 110 csapat nevezett, tehát ez tényleg szép szám az ország minden szegletéből, püspökadányból 3 csapat jelentkezett. Tehát itt meg tudjuk oldani a püspökadányi csapatoknak, hogy előre jelzik, összekészítve azokat az olvasmányokat rendelkezésre bocsátjuk, illetve a fiókönyvtári, a periterápi csapatunknak megint meg tudjuk oldani. Tehát itt érdekli, hogy nyugodtan vegyék fel velünk a kapcsolatot ezek a csapatok, és természetesen a feladatlapokat pedig eddig is, de most még főként online formában, tehát e-mailben juttatja el a kolléganő, úgyhogy azok a távoli iskolák is megkapták az értesítést már jó előre. Tehát, hogy hogyan történik a jelentkezése, mondjuk túl vagyunk, a regisztrációk nevezése már beérkeztetett, tehát most nem csak a feladatlapokat kell várni, és tényleg 2 fordulós lesz a verseny, majd ugye jövő tavasszal lesz a második forduló, úgy addig is tényleg sok sikert kívánunk, és a csapatok isnak is jó vetélkedést. Tányér József hangsúlyozta, már nagyon várják, hogy ismét kinyithassanak. Természetesen mi is nagyon várjuk a nyitást, tehát készülünk, és addig is azért tartjuk a kapcsolatot az olvasóikkal, tehát figyeljék a internetes fórumainkat, illetve ha tényleg bármilyen kérdés van, tényleg írjanak nekünk nyugodtan e-mailbe is, és akkor mindenkinek tényleg addig is jó egészséget kívánunk. A következő percekben a BSC Karacs Ferenc Gimnázium Technikum és Szakképző Iskola szeptemberben induló képzéseiről készült pályaválasztási kisfilmünket tekinthetik meg nézőink. A következő tanévben is várja a 8-os diákok jelentkezését városunk középiskolája, a BSC Karacs Ferenc Gimnázium Technikum és Szakképzőiskola. Ahogy az intézmény nevéből is kiderül, a középiskolai tanulmányokra készülő diákok a gimnáziumi, a technikusi és a szakképzőiskolai képzések közül választhatnak, melyekről Ferencik György igazgató adott tájékoztatást televíziónknak. Egy iskola életében a tanév folyamán nagyon sok fontos esemény van. Egy középiskola számára talán az egyik legfontosabb esemény az, amikor a pályaválasztási időszak elkezdődik. Nagyon sok ilyen rendezvényen szoktunk részt venni, különböző fórumokon, pályaválasztási szülőértekezleteken, illetve ezek közül is kiemelnénk iskolánkban a nyitott kapuk napját. Most sajnos ezekre nincsen lehetőség. Pályaválasztási füzeteket eljuttattam az általános iskolákba, bízom benne, ezt már mindegyik 8-os diák a környező településeken is megkapták. Azért szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen képzési lehetőségeket kínálunk. 3 fő irányunk van, amit a 8-osoknak tudunk kínálni. Elsőként a gimnáziumról szeretnék pár szót szólni. A gimnáziumi képzést azoknak a tanulóknak ajánlanánk, akiknek felsőoktatási intézményekben szeretnének tovább tanulni, illetve nagyon jó tanulmányi előmenetellel rendelkeznek. De még itt azért elmondanám, mert erre is számos példa van, hogy a gimnáziumi érettségi után is a gimnáziumi érettségivel lehet érettségire épülő szakmát tanulni nálunk, itt azt is helyben. Ez is egy nagyon jó lehetőség. Megkérdeztük az iskola végzős gimnazistáit, miért ajánlják a képzést, illetve a helyi középiskolát. Azért választottam a Dadányi gimnáziumot, mert közel is van, meg nagyobb testvéreim is itt végeztek, és tőlük is jókat hallottam, a közösség is jó, rengeteg lehetőség is van és volt itt, tanárok jól felkészítettek, abszolút, volt rengeteg rendezvény, amin részt vehettünk, rengeteget tanultunk, ez segített abban is, hogy ki tudjam választani, hogy mivel szeretnék tovább menni. Céljaim közé tartozik az orvosi egyetem, és szerintem abszolút a tanárok is felkészítenek erre és támogatnak ebben. Az osztályunk egyik fele emelt óra számban tanul matekot, a másik fele pedig angolt. Úgy gondolom, hogy az osztályunk egy nagyon jó osztályközösséget alkot, és igyekszünk minden iskolai programban kivenni a részünket. Én az osztály emelt óra számú angol csoportjába tartozom, ami azt jelenti, hogy heti 6 órában tanulunk angolt. Mindenképpen szeretnék egyetemre menni,
azon belül is jogot szeretnék tanulni, és úgy gondolom, hogy a tanáraink nagyon jól képzettek, segítőkészek, tehát szerintem minden tanuló számára adottak itt a feltételek. A gimnáziumi képzésen belül az iskola ebben az évben az általános tantervű gimnáziumi képzés mellett az emelt matematika, az emelt angol nyelvi, valamint a belügyi rendészeti képzést hirdette meg. A gimnáziumi képzések mindegyike esetében központi írásbeli felvételit kell írniuk a jelentkező diákoknak, a belügyi rendészeti képzésnél ehhez társul még a fizikai szintfelmérő és az orvosi alkalmassági vizsgálat. Következő képzési típusunk a technikum. Ez egy új képzés, most fut az első év a technikusoknak. Ugye a technikus név önmagában már egyfajta rangot jelent, egyfajta besorolást, hogy valakiből technikus lett. Ez egy emeltebb szintű szakmai képzés sugalmára nevéből adódóan és egy rangot is jelent. A technikus képzés, ugye a gimnáziumi képzés 4 éves képzést jelent, a technikusi képzés az 5 éves képzést jelent. Az első 2 évben az itt tanuló diákjaink ágazati képzésben vesznek részt 2 évig, majd ezután következik 3 év duális képzés, ahol már a gyakorlat duális képző partnereknél fog folyni a tervek szerint. Nagy előnye a technikusi képzésnek az, hogy az érettség is 2 részre bomlik, ugye 5 éves képzés, 13. évfolyam is van. A 12. évfolyam végén 3 érettségi főtantárgyból tesznek érettségit a diákok a 3 kötelezőből. Majd a 13. év végén jön a technikusi minősítővizsga, ez szakmai érettségi vizsgát jelent, ami önmagában már emelt szintnek számít, és ezt az emelt szintű érettségit, ezt beszámíthatják az ágazatban, akár felvételit is jelenthet ágazaton belüli felsőoktatási intézményben. És angol nyelvből lesz még itt érettségiük, tehát én úgy gondolom, hogy a felkészülés az érettségi vizsgára, mivel 2 évre nyúlik az érettségi, sokkal egyszerűbb és sokkal könnyebb lesz nekik ide felkészülni. Ajánljuk ezt a képzést azoknak, akik felsőoktatási intézményben szeretnének elhelyezkedni, de mivel technikusi oklevelet kapnak már az 5. év végén is, kapnak egy érettségi bizonyítványt is, elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon is ezzel a végzettséggel. Betekintést nyerhettünk az informatikusok gyakorlati órájába, ahol egy technikusi képzésben résztvevő tanulót kérdeztünk az intézményben zajló oktatásról. Kiskorom óta érdekel az informatika, régen nagyon sokat gépeztem, meg mostanában is, és hát ebből szeretnék megélni, nagyon érdekel az informatika képzés, az pedig nagyon tetszik. Jó, next. Igen, és ott is install, és akkor most szépen felrakja a tartományvezérlőhöz tartozó keret programot. Aki agrárterületen szeretne elhelyezkedni, és érdeklődik a különböző gépek a szerelés iránt, annak ideális választás lehet a mezőgazdasági gépésztechnikus képzés. Igazából már gyerekkorom óta nagyon szeretek szerelni, általános iskolában meghallottam, hogy ebben az iskolában van ilyen szakma lehetőség, és úgy választottam ezt. Nagyon jónak tartom ezt a szakmát. Én igazából úgy gondolom, hogy Püspökladányban nagyon sok hely van, ahol itt el lehetne helyezkedni, és szerintem megélhetés szempontjából is nagyon jók viszonyok. A technikusi képzési típuson belül a kisgyermekgondozó nevelő, az informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető, az ipari informatikai technikus, a környezetvédelmi technikus, a gépjármű mechatronikai technikus, a gépgyártás technológiai technikus és a mezőgazdasági gépész technikus képzés közül választhatnak a diákok. A másik fő irányunk a képzésben az a szakképzőiskola. A szakképzőiskola az 3+2 éves, és rögtön itt az elején elmondom, hogy a 3 év után, mikor már a szakmáját megszerezte a tanuló, ugye ezzel a szakmával ő már el is helyezkedhet, de van lehetőség arra, hogy 2 év alatt ő érettségit is szerezzen. Tehát itt is összességében 5 év a képzés, de a 2 év, a 3 év után a második 2 év, az érettség, ami az érettségi megszerzésére irányul, az nem kötelező, az választható, de egy nagyon-nagyon hasznos lehetőség.
A szakképző iskolában a 3 év alatt az első év az szintén ágazati képzést nyújtó képzést jelent, ami ágazati alapvizsgával zárul. Tehát rögtön az első év után a tanulók már ágazati alapvizsgát kapnak. Ez munkakör betöltésére már alkalmas ez a papír, egyszerű munkakörök betöltésére lehet ezt használni. Majd 2 év következik, ez már duális képzésben történik, külső gyakorló helyen, különböző vállalatoknál, együttműködő partnereknél, és ez a 3 év is végig ösztöndíjat biztosít, természetesen ez is tanulmányi eredménytől függ a diáknak, tehát igen, igen komoly ösztöndíjat lehet szerezni. Ajánljuk ezeket a képzéseinket azoknak a tanulóknak, akik komolyan gondolják azt, hogy szakmát szeretnének, ebben a szakmában szeretnének elhelyezkedni, és ezt hivatásuknak is szeretnék tekinteni majd a későbbiek folyamán. Fontos megválasztani, hogy ki milyen szakmát választ, milyen képzéstípust választ, mert ugyan közben van átjárási lehetőség, de egy jó szakmaválasztás az sok sikerélményt jelent, és az életben sokkal könnyebb boldogulást is jelenthet. Aki egészségügyi vagy szociális területen szeretne elhelyezkedni, annak a szociális ápoló és gondozó képzést kínálja a helyi középiskola. Azért választottam ezt a szakmát, mert otthon is, a testvérem is, a nővérem is az egészségügyben, meg a szociális területen dolgozik, házi segítségnyújtás területén. Ajánlom ezt a szakmát azért, mert hogy aki szeret emberekkel, idősekkel dolgozni, alapszolgáltatáson belül is sok helyen el lehet helyezkedni, úgy étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, illetve bentlakásos intézményben, nappali ellátásban. A gyakorlati képzéssel nagyon meg vagyok elégedve, sokat meg lehet tanulni a gyakorlati intézményben, ezen a területen, meg más területeken is, illetve az intézményben sok programokon szoktunk részt venni, akár a pénzhét kapcsolatban is, online versenyeken is szoktunk indulni. Kereskedelmi területen a kereskedelmi értékesítő szakmát szerezhetik meg a tanulók. Azért választottam a kereskedelmi értékesítő szakmát, mert szeretnék emberekkel beszélgetni. Már kiskoromban is sokat játszottam boltosat. Kereskedelmi értékesítők megtanulják a kommunikáció szabályokat, árubemutatást, áruajánlást, szintvizsgát kell tenni, és utána egyből mehettünk a boltokban külső gyakorlatra. A helyi középiskola tanműhelyében betekinthettünk a különböző képzések szakmai gyakorlatába is. Nekem édesapám ebben a szakmában helyezkedett el. Már akkor érdekeltek a fém megmunkálási feladatai, szerkezeteket csinálni belőle, akármilyen hegesztési munkák elvégzése. És ugye nekem általános iskolában már 7. osztálytól megfogalmazódott bennem, hogy én szerkezetlakató szeretnék lenni. Ezt az iskola felajánlotta, amikor 8. jelentkeztem, ahol most vagyok külső gyakorlati helyen, ugye az FMF Kft. Johnson Controlsnál, ott lehetőséget kapok arra, hogy tovább folytassam a munkámat, hogyha végzek az iskolával, hogy az első között teszek, akit oda felvesznek. Közlekedés gépészeti ágazatban végeztem a Karasban, most pedig ugye az autószerelő szakma csínyát-bínyát próbálom eltanulni itt az iskolában. Különböző érdekességeket tanulunk egyébként, roppant izgalmas a szakma, rengeteg minden új szerszámot megismertünk, újfajta eljárásokat, technológiákat, igazából csupa olyan dolog, amit még életemben nem is hallottam itt az iskolában, viszont megtanították nekem. Gépeket is meg tudtunk használni, ilyen az emelőgép, külön papírt is megszereztünk róla, ugyanúgy, mint egy targonca kezelőit. Megtanultuk használni például a centírozógépet, akár a gumiszerelőgépet.
szakképzésre jelentkezők 10 szakma közül választhatnak. Az iskola idén az asztalos, az épület és szerkezetlakatos, a gépi és CNC forgácsoló, a hegesztő, a gépjármű mechatronikus, a festőmázoló tapétázó, a kőműves, a szociális ápoló és gondozó, a kereskedelmi értékesítő, valamint a villanyszerelő képzést indítja. A BSC Karas Ferenc Gimnázium Technikum és Szakképzőiskola nyújtotta lehetőségeket, az iskola korábbi diákja, Matkóné dr. Antos Bernadett házi orvos is méltatta. Szeretettel köszöntöm a 8. osztályos tanulókat és kedves szüleit. Igazgató úr kérésére szívesen teszek eleget annak a felkérésnek, hogy hőszeretett gimnáziumomat én méltassam. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak, Matkóné dr. Antos Bernadett vagyok, 20 évvel ezelőtt én is itt a Karacs Ferenc gimnáziumban végeztem. Nagy örömömre szolgál visszatérni egykori alma máterembe. Az iskola az évek alatt sokat változott, megújult. Megépült az aula, energetikai korszerűsítés történt, de a bejárati ajtót átlépve ismét egykori diákként érzem magam. Visszatérnek diákéveim érzései. Kitűnő tanuló voltam, de mégsem a tanulásra gondolok itt elsősorban vissza, hanem a sulibulikra, a balatongyöröki táborokra, a szünetek hangulatára. És nem utolsó sorban kedves, szigorú, de következetes tanáraimra is szeretettel gondolok vissza. Jó szívvel tudom ajánlani a gimnáziumot, mert mint az én példám is mutatja, orvosi egyetem elvégzésére lehetőség van egy vidéki középiskolából is, hogy bejussanak, ehhez csak a diáknak akarni, küzdeni és tanulni kell. A gyerek céljainak, hogy elérje, három tényező játszik szerepet, maga a gyerek, a szülő és az iskola. Szerintem a legjobb választás az az iskola, ami helyben található. 14 évesen, főleg a mai világban úgy gondolom, hogy a gyerek szempontjából az a legfontosabb, hogy minden nap szerető családból induljon el az iskolába, és minden este a családi meleg fogadja őt. Ezeket az együtt töltött időket nem tudja sem a középiskola, sem a kollégium pótolni. Kívánom önöknek, hogy bölcsen döntsenek, és válasszák a Karacs Ferenc gimnáziumot. Hogy miért is válasszanak bennünket a diákok, akik most pályaválasztás előtt állnak. Magasan képzett és elhivatott tanáraink vannak. Számunkra nem csak a tanulóknak a felzárkóztatása, a lemorzsolódásnak a csökkentése, hanem a tehetséggondozás is kiemelt szerepet kap itt az iskolánkban. Ha itt most körülnézünk, az épületben nagyon sok fejlesztés folyik, nagyon sok felújítás van, amióta a Berettyóújfalui falui szakképzési centrumot fenntartunk, ebben az elmúlt 5 évben több mint 250 millió forint fejlesztés érkezett ebbe az iskolába. Ez most folyamatosan is zajlik, ugye látszott a tanműhelyben is, hogy milyen gépjeink vannak. Most is több 10 millió forint érmék gépeket kapunk, hogy minél magasabb színvonalon tudjuk oktatni a szakmákat itt nálunk, hogy a tanulóink már azokkal a berendezésekkel, gépekkel dolgozzanak itt nálunk, ami lehet, hogy a vállalkozónál sincs még meg, mert annyira korszerű technológiáról beszélünk. Ami itt a környékbeli embereknek, püspökladányiaknak fontos lehet, hogy a diákokat nem kell messzire elengedni. A gyermekük itt tanulhelyben, rövid idő alatt ide érkezhet az iskolában. Ahogy végzett az iskolába, innen egyből tud hazamenni, több ideje van lényegesen tanulni. Minden lehetőséget tudunk itt a diákok számára biztosítani. Nagyon jó az iskolai környezet, alkalmas az aktív kikapcsolódásra, sportolásra, tehát itt akár szünetekben a gyermekek kikapcsolódhatnak, ugye a nagyon szép sportudvarunk van, kondiparkunk van, itt minden lehetőség biztosítva van a nyugodt környezetre, az, hogy a tanulók minél jobb tanulmányi eredményeket tudjanak elérni, ebben kívánjuk őket segíteni. Szeretnénk elérni azt, hogy elérjék ők a választott céljaikat. Az életben boldogok legyenek, mert ha valaki jó választ szakmát, az egyben a boldogságot is jelent, és ha valaki boldog tud lenni, akkor egészségesebb lehet az élete is.